Nagy Zita lesz a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Ezt Juhász Bálint jelentette be a Szabadkai Magyar Rádióban. A tartományi parlamenti elnöki feladatok elszólítják a pozícióról, ezért az a döntés született, hogy egy olyan ember legyen az ügyvezető, aki benne volt a folyamatokban és rálátott a dolgokra, hogy ne kelljen mindent a nulláról kezdeni. Nagy Zita pedig a kezdetektől ott volt, tette hozzá Juhász. Az előttünk álló önkormányzati választások kapcsán a Vajdasági Magyar Szövetség intézőbizottságának elnöke kiemelte, fontos, hogy minden községben legyen magyar érdekképviselet, és megkérte a szavazókat, hogy önkormányzati szinten is támogassák a VMS-t a választásokon. Magyarország érdemes művészedíjat kapott Lajkó Félix. A vajdasági származású, de ma már világszerte ismert és elismert Liszt Ferenc díjas hegedű és citera művész Szabadkán, Magyarország szabadkai főkonzulátusán vette át az elismerést. Csallóközi Eszter főkonzul köszönetet mondott Lajkó Félixnek. Mint fogalmazott, munkája a nemzetet erősíti, de gyümölcseiből mindenki részesülhet. A hegedű művész a szűk körű díját adott követően a Pannon RTV-nek nyilatkozva elmondta, szeretne létrehozni egy palicsi Lajkó festet, amelyre az egész világból érkeznének művészek. Tervei szerint ez a fesztivál már a következő szezonban megvalósulhat. Hosszú távú céljaként pedig egyetlen dolgot jelölt meg, ez pedig a nyugalom. Kezdődik az ünnepmaraton Szerbiában. Holnaptól 6 napon át, aki csak teheti, szórakozik, pihen és ünnepel. Az igencsak elnyújtott hosszú hétvége a majális két napjával, elsőjével és másodikával indul, majd az ortodox húsvét következik, mely esetében a nagypéntek és a húsvét hétfő is ünnepnek számít. A közintézmények, hivatalok is zárva lesznek, az egészségházak és közvállalatok pedig rövidített nyitvatartással, illetve ünnepi munkarendben dolgoznak. A boltok is előbb zárnak, így a bevásárlást érdemes még ma lebonyolítani. A szünet idejére megtelnek a szerbiai idegenforgalmi központok, a hegyvidéki üdülőtelepülések, és nagy tömeget várnak Palicsra is. A Horgos-Röszke nagyhatáron már tegnap is több órát kellett vesztegelni, a helyzet pedig mára várhatóan tovább romlik. Érdemes a kis határokat választani, és időben tájékozódni a várható helyzetről.